I suppose it all started with the snow. You see, it is a very special kind. Olyan, ami a boldogokat még boldogabbá, a könnyelműt még könnyelműbbé teszi. Hó, amely a hazatérőt nagy örömmel fogadja, a természetes ellenségeket barátokká varázsolja. Ez volt az idei első hó, és azt minden gyerek tudja, hogy a friss hónak varázsereje van. Különösen akkor, ha a friss hó a karácsony előtti napokban esik. Ha az első hó egyben a karácsonyi is, valami csoda biztosan történik. Gyerekek, vissza a helyetekre! Most rögtön! Megkértem Dinka professzort, a bűvészt, hogy a karácsonyra rendezett ünnepségünkön szórakoztasson bennünket. Tehát, figyelem! Köztünk szólva, Dinka professzor a világ legrosszabb bűvésze volt. És most a varázstojást beteszem a kalapomba. Abrakadabra, ahogy mondani szokás. És íme a tojások. Össze-vissza törtek. Hová lett a nyuszi? Hókusz-pókusz, merre kószálsz? Nem jó ez a kalap semmire. Kukába vele! A nálad idősebbekkel, te csúnya, rossz kislány! Te meg maradj itt nyugton, vagy nem hoz neked répát a Mikulás! Nem veheted vissza a kalapot! Azt keltette életre Fagyoskát! Hiszen láttad! Én nem láttam semmit! Hallgass! Nem adhatom vissza, hogyha tényleg varázsereje van! Milliómossá tesz minket! De mi láttuk, hogy Fagyoska él, ugye? Hát persze! Ti ostoba gyerekek, mindent elhisztek, amit láttok. Majd ha felnőttök, rájöttök, hogy a hóemberek nem szoktak életre kelni. De mi... Butuska, butuska, butuska! Ó, Fagyoska, mindegy, mit mondanak a felnőttek. Mi tudjuk, hogy életre keltél. Igen, Fagyoska. Mi tudjuk ezt!
Fagyoska a hóember. Magyar hangok. Pap János, Dögei Éva, Csúlya Imre, Csé Németh Lajos, Borzoltán, Pusztai Péter, Grósz Viktor, Molnár Ilonka, Molnár Levente. Magyar szöveg Moduna Zsuzsa, hangmérnök Kis István, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront az HBO megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Látjátok? Nem kétséges, ugyanis azt mindenki tudja, hogy a kalap Fagyoskáé és a gyerekeké. Így Hókusz-Pókusznak tökéletesen igaza volt, hogy visszaszerezte neki. Ugye? Nos, Hókusz-Pókusz, amilyen gyorsan csak tudott, visszaugrált a gyerekekhez. Nézzétek, a kalap! Lássuk, újra életre kelti a Fagyoskát. Boldog születésnapot! Na hát, szavakat mondok. De egy hóember nem beszél. Na jó, ne izéljetek, ez vicc. Lehet, hogy tényleg életre keltem. Úgy értem, tényleg beszélek. Tudok mozogni, trükköket csinálni, sepregetni. El tudok számolni 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 8. Na jó, csak 5-ig számolok. Mit szóltok? Még csiklandós is vagyok. Az tény. Teljesen életre keltem. Tényleg élek. Milyen rendes dolog ez egy ilyen jóra való fickórál. There must have been some magic in that old silk hat they found. Oh, when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman was the brightest he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Mi a baj, Fagyoska? Van itt valahol egy hőmérő? Ott van egy a falon. Miért? Ettől féltem. Ha a hőmérő egyre pirosabb, az baj. Utálom a piros hőmérőket. De miért? Ha a hőmérő pirosodik, attól az idő felmelegszik. És ha felmelegszik, én olvadni kezdek. És ha elolvadok, itt minden locsi-pocsi lesz. Akkor olyan helyre kell menned, ahol sosem olvadsz el. A világon csak egy ilyen hely van, az északi sark. Akkor oda kell mennünk. Így van. Elviszünk téged a városba, a vasútállomásra. És felteszünk egy vonatra. Jó! Mindig szerettem volna látni a belvárost. Ugye gyönyörű. Rendezzünk egy bulit. The village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying catch me if you can. Gyerünk, gyerekek, utánam! Te nem láttad a piros lámpát? Milyen piros lámpát? Ott fenn a lámpa oszlopon.
Mi az a lámpa oszlop? Megbüntesselek, okos tojás? Nem kéne. Egy jegyet kérek az északi sarkra. Mi? Bocsásson meg neki, uram! Még éppen, hogy csak életre kelt. Nincs tisztában ezekkel a városi dolgokkal. Na jó, az más. Megbocsátok. Mehettek! Balondok, életre kelnek, és nem tudnak semmi. Életre kelt? Kérünk szépen az északi sarkra. Egy jegyet az északi sarkra? Ó, igenis, kisasszony. Az útirány Saskatchewanon át, Hudsonből, Alaska, Klondike, és végül Aurora Borealis. Nanuknál át kell szállni az északi sarak felé. Az összesen $3000 és 4 cent adóval együtt. De hát, nekünk nincsen pénzünk. Nincs pénzetek? Ha nincs pénz, jegy sincs. Sose jutok el az északi sarkra. Ó, fagyoska, nem olvadhatsz el. Ne, Karen, csupa locsi-pocsi leszel te is. Mi az, hókusz-pókusz? Odakint? Egy hűtővagon. Az éjszakra tartó szerelvényben. Ott biztonságban leszel, fagyoska. Indulás! A jégkrémmel és karácsonyi parfétortával. Micsoda pompás utazás lesz. Igyekezz, fagyoska! Mindjárt indul a vonat. Elkísérsz az északi sarkra? Anyukám biztosan nem bánná. Csak haza kell érnem vacsorára. Steve the snowman had a hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't cry, I'll be back again someday. Minden áron vissza kell szereznem azt a kalapot. Untok, untok, gyerekek! Egy hűtővagonban való utazás valóban pompás mulatság, ha az illető történetesen egy hóember, vagy egy melegbundás nyúl. De Karen esetében... Fázol, Karen? Milyen ostoba kérdés? Nem tüsszögnél, hogyha nem fáznál? Hát, ami azt illeti... Fagyoska belátta, hogy Karennek amilyen gyorsan csak lehet ki kell szállni a vagomból. Így, mikor a kis tehervonat megáll, hogy egy karácsonyi utasokkal teli expressznek utat engedjen, kihasználva a lehetőséget, gyorsan kimásztak a vagomból. Becsaptatok, ez nem fair! Dinka professzornak csak egy lehetősége maradt. Egy nagyot ugrani. Fagyoska messzire szeretett volna eljutni, mielőtt Dinka professzor magához tér.
de az erdő, amin keresztül vágtak, irgalmatlanul hideg volt. Hókusz, valahogy fel kell melegítenünk, Karen. Különben halálra fagy. De én nem rakhatok tüzet, tudod? Az nagyon megviselne, egyszerűen elolvadnék. Legjobb lesz, ha gyorsan kerítünk valakit, aki segít. Hirtelen egy csodás kis völgyben találták magukat. Karácsony este volt, és az erdő lakói az ünnepre készülődve épp a fenyőfákat díszítették. Tudták, hogy a Mikulás éjszaka ide látogat, és azt akarták, hogy addig minden elkészüljön. Hókusz, beszélj az állatokkal. Hát, ha van köztük, aki nem olyan elfoglalt, és tudna nekünk segíteni. Az állatok örömmel segítettek. Találtak egy megfelelő helyet nem messze a völgytől, ahol a tűz nem érhette el a fákat. Hamarosan szikrát csiholtak, majd alig telt bele egy kis idő, kellemesen pattogott a tűz. Fagyoska óvatosan távol tartotta magát a lángoktól. Hókusz, találnunk kell valakit, aki hazaviszi Karen, mielőtt még megfagy. Engem meg elvisz az északi sarkra, mielőtt elolvadok. De ki? Nem lehet a tengeri gyalogság. Nem, az Egyesült Államok elnöke sem jó. Remek ötlet mindkettő, de jobb lenne olyan, aki közelebb van. Ez az, a Mikulás bácsi. Óriási ötlet. Hogy nem gondoltam erre korábban. Hókusz, most menj vissza az állatokhoz. És ha a Mikulás bácsi megjön, tüstént hozd ide. Világos? Most siess! És Fagyoska készen arra, hogy egész éjjel várnia kell, csendben virrasztott. De egyszer csak... Na lám, egy tábortűz! Milyen barátságos, családias és meghitt! Jaj, csak ezt ne! Most add ide a kalapot különben! Különben? Mi lesz? Most ne menjünk bele a részletekbe! Add ide a kalapot! Ugorja hátamra, Karen! Látjátok, mióta világ a világ, Fagyoskánál gyorsabb hasoncsúszó bajnok még nem született. Az öreg Dinka professzor csúfosan lemaradt. Fagyoska jó szerencséjének köszönhetően a hegylábánál egy meleg házat találtak, amiben csodálatos Mikulás virágok nőttek. Egy ilyen helyen minden bizonnyal melegnek kell lenni, ahol ilyen csodás virágok nyílnak. Menjünk be! De... te elolvadsz! Csak egy icipici. Én csak egy pillanatig maradok. Egyébként is már régóta leszeretnék adni a súlyomból. Ha sokáig itt maradok, jó nagy locspocs lesz utánam. Most a markomban vagytok. Abban a percben, ahogy a hóember elolvad, a kalap újra az enyém lesz. A Mikulás megérkezett. De remélem nem túl későn. Hókusz elmagyarázta az egész helyzetet. Tudjátok, a Mikulás bácsi tökéletesen ért nyuszi úl.
Mivel a hegyen nem találták őket, elindultak Fagyoska lábnyomait követve, és eljutottak a melegházig. De amint beléptek, borzalmas látvány tárult a szemük elé. Frosty, the snowman, was a happy, jolly soul. With a corncob pipe and a button nose, and two eyes made out of coal. Túl későn érkeztek. Túl későn? Ez képtelenség. Ne sír, Karen. Fagyoska nem ment el örökre. Tudod, karácsonyi hóból készült. És a karácsonyi hó sohasem tűnik el nyomtalanul. Olykor-olykor megesik, hogy elmegy egy évre, és előbukkan a tavaszi vagy nyári esőkben, de biztos lehet benne, hogy amikor a decemberi fagyos szél megéríti, akkor újra karácsonyi hó lesz belőle. Igen, de ő a barátom volt. Figyelj csak! Várjunk egy percet! Add ide azt a kalapot, de rögtön! Hozzá nem merj érni! Miért? Akkor mit csinálsz? Ha? Ha csak egy ujjal is megérinted a kalapot, soha többé nem hozok neked karácsonyi ajándékot! Soha? Soha! Nincs több művészkártya, mágikus labda vagy... Semmi sincs. Ó, ez nem fair. Nekünk, a gonosz bűvészeknek is csak meg kell élnünk valamiből. Most menj haza, és büntetésből írd le. Igazán szánom, bánom, amit Fagyoskával tettem. 100 milliószor. És akkor találhatsz valamit reggel a harisnyádban. Esetleg egy új kalapot? Igen, uram, viszlát mindenki, bocs, hogy így elrohanok, de sok a dolgom, írnom kell, nagyon elfoglalt vagyok. Nos, mi lesz, Fagyoska? Mind rád várunk. Boldog születésnapot! Ezután a Mikulás hazavitte Karen, és készen állt, hogy Fagyoskát is elvigye az északi sarkra. Karen nem örült, hogy el kell válni a Fagyoskától, de a Mikulás megígérte, hogy Fagyoska ezután minden évben visszatér hozzá, mikor leesik az első hó. Frosty goat. Thumpity thump thump, thumpity thump thump. Over the hills of snow. Frosty the snowman was a jolly, happy soul. With a corncob pipe and a button nose, and two eyes made out of coal. Nézzétek, ott megy Fagyoska át a havas hegyen. Ettől kezdve a karácsony igazi ünnep volt. Nektek is békés karácsonyt kívánunk! Karácsony napján visszatérek!